Természetesen az Egyiptom név, ez meglehetősen új keletű. Na nem a mai korhoz képest, hanem mondjuk egy ókori névadáshoz képest, hiszen a görögök és a perzsák nevezték Egyiptomot gyakorlatilag olyan néven, amelyből mi az Egyiptom olvasathoz eljutunk. Az egyiptomiak a saját földjüket nem Egyiptomnak nevezték, ezt gondolom tudjuk. Mint ahogy a mezopotámiaiak a saját földjüket nem Mezopotámiának nevezték. De a Mezopotámiában a legősibb, hogy úgy mondjam, nagy műveltség nyomára bukhanunk, hát ezt nevezik Sumérnak. Most tudni kell, hogy olyan nevű nép, hogy Sumér soha nem létezett. Ezt azért mindenki leírja, ez körülbelül olyan, mint hogy a ausztráliai füves emberre én azt mondom, hogy sámán. Bárhol mondhatom, csak neki nem mondjam. Vagy az Amazonas erdeiben élő indián gyógyító embernek azt mondom, de nagy sámán vagy. Neki ez az égvilágon sem tehát gyakorlatilag úgy, ahogy vannak ilyen műszavak, amelyek a tudálékosság nagy útján röppentek szárra, úgy ez a sumér azonosítás is ugyanebben a cipőben jár. Ezért nevetséges az, hogy azon vitatkoznak sumerológusok, hogy sumérnak kell ejteni, sumernak vagy sumírnak, tök mindegy. Miért? Azért, mert ők magukat kán Gár néven illették, és a földjüknek ezt a nevet adták. Most a Kangár nemes egyszerűséggel azt jelenti, hogy nemes föld, művelt föld. És ez egy népnek is a neve. Most azért nem árt, hogyha ráismerünk arra, hogy ebben a Kangárban ugyanis a magánhangzók, ez nehogy azt higgyük, hogy így hangoztak. Egy egyiptomi fogalmat nem ismerünk. Miért? Mert csak a mással hangzókat ismerjük. Tehát tulajdonképpen olyan magán, ezt olvashatom kingúrnak is, aztán kengúrnak is, bármit beleolvashatok. Tehát ami ebből stabil, a K, az N, a G és az R. Igen, ám, de a K sem biztos K. Mert a K legalább két szinten ejtendő ki, egy nagyon lehellett hanghoz kötött szinten, és akkor az már H lesz. És a kemény változata az maga a K. És akkor hova jutok el? A Hungárhoz. Így van. Nem kell erőlködnünk, tehát még csak véletlenül sem. Ha nem tudom azt kiolvasni, hogy Deutsch. Nem lehet.